Megállapodást ért alá Cserpalkovics András polgármester és Petri Bernadetta, Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda Nonprofit Kft. Ügyvezetője, hogy a partnerség által Székesfehérvárt bekapcsolják az európai vérkeringésbe. 7 évre szólóan ugyanis 400 milliárd eurós Európai Uniós keret áll rendelkezésre. A forrásokra a város is pályázni fog az együttműködés segítségével. Ez egy tanulási folyamat. És figyelemmel arra, hogy egy nagyon kényelmes helyzet állt elő az operatív programok vonatkozásában, sőt ez a helyzet relatíve most is kényelmes, hiszen előfinanszírozás vonatkozásában most is zajlanak ezek a kohéziós projektek, de ezzel párhuzamosan magát azt a projektalapú megközelítést, amit szükséges, vagyis, hogy kitalálni olyan megoldásokat, amelyeket az EU a saját prioritásai alapján támogat, ilyen például a zöldítés, ilyen a digitalizáció, mesterséges intelligencia bevonása, ezekben nem volt kellő tudatosság a hazai szereplők részéről. Pontosan ez állt a hátterében annak, hogy a fejlesztés ösztönző iroda megalakult. Mint a polgármester elmondta, az önkormányzatnak meg kell tanulni pályázni, a forrásokat lehívni, a projekteket megvalósítani. Szükséges a hivatal szakembereinek a fejlesztése, és fontos volt egy stratégiai partner. A Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda a kapcsolatrendszer kiépítésében is segít. Fontos volt, hogy találjunk egy olyan stratégiai partnert, és ez az állami szereplő a minisztériumon keresztül, ez a háttérintézmény tud nekünk ebbe segítséget hozni, akik pedig a külső tudást, az Európai Uniós kapcsolatrendszert tudják hozni, és hogyha ezt az együttműködést jól megtanuljuk, akkor a fejlődésnek azt a részét is el fogjuk érni, hogy sikeres projektpályázatokat tudunk benyújtani, ezeket a pénzeket, eurókat el tudjuk hozni a magyar településekre, azon belül Székesfehérvárra, és ebből aztán nagyon-nagyon sok mindent tudunk megvalósítani. Legyenek azok infrastruktúrális fejlesztések, legyenek azok közösségépítéshez kapcsolódó fejlesztések, vállalkozások támogatása. A polgármester hozzátette, ilyen a civilek támogatása és a programfinanszírozás is. Összesen 24 alapban lehet pályázni. Ezek közvetlen pályázatok, amelyeket nem a magyar kormányon keresztül, hanem közvetlenül juttatnak el az Európai Unióhoz. Minden pályázatot angol nyelven kell benyújtani. A cél, hogy a lehető legtöbb területen a lehető legtöbb forrásra pályázzon sikeresen Székesfehérvár.